A műsor együttműködő partnere a Momentum. Prémium étrendkiegészítő az agy normál működéséért, a szellemi frissesség és a memória fenntartásáért. Együttműködő partnerünk a magyarzene.eu. Zenei hírek, riportok, lemezek, koncertek. További együttműködő partnerünk. Jávor hajnalai. Zenés játék két részben. Együttműködő partnerünk Csemer Boglárka Bogi lemezbemutató koncertje. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Reklám megjelenés televízióban és rádióban országszerte. Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Az emlékeket szerintem az aktuális érzése az embernek nagyon átfesti, hogy hogy emlékszünk. Tehát ha például mondjuk egy gyerekkori emlékről beszélünk most kiragadva egy példát, az gyerekként teljesen máshogy láttam, mint 20 évesen, mint 30 évesen, mint 35 évesen. Jobban emlékszem illatokra, hangokra, érzésekre, mint konkrét képekre. Tehát sokkal jobban emlékszem mondjuk édesanyám illatára a gyerekkoromból, mint arra, hogy hogy nézett ki. Maga a téma, ez az emlékezés, ez nálam egy viszonylag érzékeny pont, mert én a feleségem szerint főleg nagyon-nagyon feledékeny vagyok. Tehát sok dolgot el tudok úgy felejteni, és egyébként ez tényleg így van. Olykor egészen közeli dolgok, de olyan, hogy két perccel ezelőtt beszéltünk valamiről, és már kiürült a fejemből, és akkor hát a feleségem rám, hát nem emlékszem, most beszéltük meg. Ja, mondom, tényleg. De akkor már emlékszel, vagy még akkor csak már ne, akkor emlékszem? Ritkán az is előfordult, amikor nem ugrott be, de azért a leggyakrabban azért beugrik. Érdekes, mert hogy nekem nagyon-nagyon jó a számmemóriám, tehát hogy számok. Egy időben az összes telefonszámot tudtam a telefonomban. Amikor először lett telefonom, akkor volt az, hogy tudtál így 3 másodpercezni, ja, meg mindig lemerül a telefonom, mert sose teszem töltőre. És hogy amiatt, hogy mindig valakinek kölcsön kértem a telefonját, hogy meg annyiszor írtam be telefonszámokat, hogy egyébként rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb megidézni őket. Ez megmaradt a mai napra úgy, hogy nem írom be senkinek a telefonszámát, viszont most már csak az első 3 karaktert jegyzem meg, és utána az SMS-ekből derítem ki, hogy ki az, akivel beszélek. Tehát, hogy nem írom be a neveket. Tehát ennyi megmaradt belőle. De hogy vagy az van, hogy sokkal több a probléma, ami mostanában felemész, vagy pedig a butulás útjára léptem, de hogy van olyan, amikor így el kell gondolkoznom, hogy mi is ez a telefonszám, mondom, hát ezt nem hiszem, most ezek szerint már 10 év múlva semmire nem fogok emlékezni. Szóval ez egy rossz érzéssel tölt el manapság. A számokra azokra emlékszem. Amit olvastam, arra mindenre emlékszem. Nagyon, tehát, részletesen. Hogy ez valószínűleg ebben az is benne van, hogy a rossz szemem miatt nagyon sokszor kell visszatérnem, mert nem látom, amikor a sor végére érek, ahogy és sokszor a sort kezdek el, illetve nagyon értelmezően próbálok olvasni, tehát van olyan, hogy többször is elolvasom ugyanazt, hogy rögzüljön. Így viszont egy életre megjegyzed, amit olvastál. Így van. Van olyan, amikor a fiatalabb énünk mondjuk okosabb, mint a mostani, és akkor abból érdemes visszahozni és merítkezni. Azt hiszem, hogy talán egyébként ezért egy tök jó dolog az, hogyha az ember naplót vezet. Napló? De tulajdonképpen például emlékkönyv, ti csináltatok olyat? Mondanám, hogy nem emlékszem. Lehet, hogy csináltunk, lehet, hogy nem. A gyerekeinknek van emlékkönyve, tehát hogy milyen volt az első, amikor De nem olyan fajta emlékkönyv, amit odaadtunk akár egy-egy hétre is valakinek, hogy rajzoljon bele. Családtagnak, barátnak. Nem csináltunk ilyet, és nagyon érdekes, hogy volt egy osztálytársam, aki viszont igen. És te rajzoltál velem. Nem, hanem ő igazából nem odaadta nekünk, hanem amikor mondtunk valami olyat, ami neki fontos volt, akkor azt ő felírta. Aha, és a 4 év közös, 4 év a középiskolában, amit töltöttünk, abból szerintem 2 vagy 3 évvel keresztül biztos, hogy írta azokat, azok meg hogy ki volt az osztályban, aki mondta, ami fontos volt.
inkább az a furcsa, hogy vannak olyan dolgok, amikre nagyon szeretnék emlékezni, és nem tudok. Szóval, hogy például az első gyermekemnek a megszületése, arra nem emlékszem, ott voltam bent, és... Lehet, hogy sokkot kaptál azért. Valószínűleg igen. Arra emlékszem, hogy mondta az orvos, hogy fogjam. Tamás, jöjjön inkább le. Hogy fogjam meg, és ja. Mondtam, hogy nem köszönöm, én majd fogom úgyis eleket, úgyhogy csak nyugodtan mondom. Szóval erre emlékszem, de hogy próbálom felidézni a fejemben a dolgokat, nagyon sokszor, de ott inkább egy olyan annyira gyorsan történt minden, hogy ott nehezen tudom ezt. Arra emlékszem, hogy azt hittem, hogy egy perc alatt minden megváltozik, olyan, mintha mit rájönnél, szupererőd van, vagy nem tudom, tehát hogy azt hittem, hogy minden megváltozik egy pillanatat, és arra emlékszem, hogy aztán fogadosan rájöttem, hogy attól, hogy apa lettem, nem változott semmi, és aztán fogadosan rájöttem, hogy minden megváltozott. Én például nagyon sokszor, ma már nem, de régebben, nagyon sokszor álmodtam arról, hogy az autót letettem valahova, aztán bementem valamit elintézni, és utána nem találtam, és fogalmam nem volt, hogy hol van az autó. Emlékszem, hogy nekem is volt egy ilyen időszak, amikor azon gondolkoztam, hogy el ne felejtsem, hogy hol parkoltam le, mert az ember tud annyira szórakozott lenni, hogy teljesen elfelejted. Bizony. Semmi esélyed megtalálni utána az autót, ha csak nem nyomogatod a gombot, hogy vajon hol nyílik. Nagyon ritkán, de ilyen is előfordult. Lehet, hogy egy kicsit szórakozottságra val, talán ez, nem is tudom. Biztosan, igen. Hát, hogy a lényeges dolgokra figyelsz, ami lehet, hogy például sokkal fontosabb egy belső dallam, vagy egy szöveg, vagy egy gondolat, arra figyelsz. Hogyne, sőt, most már, mert én nem vagyok egy nagy és termékeny zeneszerző, én annak idején megírtam az Európa dalomat, és mostanában elkezdtem pályázni, mert lehet pályázni, daloknak az írására, és mostanában újra elkezdtem írni dalokat. Na most ezt fogalmam sincs, hogy ezt miért kezdtem el mondani. Hát, ez is már az emlékezet. Rövid távú képzés. Milyen jó példa, látod, csodálatos. Nem baj, de tulajdonképpen az is szabad elfelejteni mindent, sőt a végén előbb-utóbb mindent elfelejtünk. Hát. Sőt, végül minket is elfelejtenek. Minden a feledésben. Nem ide akartam kiukadni, de most már... De sokszor eszembe jut az, amikor egy-egy közeli hozzátartozó elmegy, vagy nem is kell közeli hozzátartozó, hanem amikor valakire az ember odafigyel, hogy ő most meghalt, és ő most mától nincsen. És akkor kinézek az ablakon, és látom, hogy a madarak ugyanúgy fütyülnek, ugyanúgy megcsörren a telefon, a televízióban ugyanúgy mondják a híreket, de azért mégiscsak valaki meghalt, hát valakinek az élete véget ért. És ez úgy a szélesen vett nagyvilágot semennyire nem érdekli. Igen. A közvetlen hozzátartozókon kívül, hát itt vagyunk néhány milliárdan a Földön, naponta több, de nem tudom, hogy mennyi a jó szám, millió vagy 10 millió ember hal meg, és ugyanakkor születik is, de úgy mennek el, hogy a világ másik pontján, hát azt se tudták, hogy létezik. És ugyanúgy fütyül a madár tovább. Egyébként ebben már én is belegondoltam, így egészen hasonló módon. Tulajdonképpen ugyanúgy lesz reggel utána is. Igen, és amikor ugye egy közeli hozzátartozó megy el, olykor fájdalmas dolog, de eltelik egy bizonyos idő, és amikor eszembe jut, hogy hoppá, hát látod, hogy elfelejtetted, hogy még egy hónapja, két hónapja itt volt köztünk. És a mindennapoknak a forgatagába már nem fog eszedbe jutni. Olykor ugye attól függ, ahogy az idő telik el, ugye ez is egyre halványabbá válik, és egyre ritkábban fordul elő. Te döntöd el, hogy mire emlékszel? Hát globálisan azt gondolom, hogy minden emberre az igaz, hogy te döntöd el, hogy mire emlékszel. Tehát, hogyha én nagyon szeretnék erre most emlékezni, és az, hogy nagyon sokáig mondjuk azt a melletted lévő virágot nézzem, hogy emlékezzek rá, akkor biztos jobban emlékszem rá, mint hogyha egyébként nem. Viszont a hétköznapokban azt hiszem, hogy az emlékezés képessége az motorikusan megy. Tehát, hogy van egy beépített szűrő a fejben, ami a szocializálódás egyrészt biztos hozott genetikai tulajdonságok is, meg másrészt az, hogy nevelkedtünk, annak a függvénye. Tehát, hogy szerintem arra kevesebb időt fordítunk, hogy tudatosan akarjunk valamire jobban emlékezni. Amikor meg olyan élethelyzetben vagy, amire nagyon akarsz emlékezni, akkor pedig azért nem erre figyelsz, mert akkor azt átéled. Ezek az emlékek is olyanok, hogy
ahogy távolodsz tőle, egyre... Átváltozik? Átváltozik, szerintem igen. Vagy már nem olyan hatással van rád, vagy már máshogy tudod látni más nézőpontból, és szerintem ez tök izgalmas amúgy. Mindig attól is függ, hogy kinek mesélem. Lehet, hogy van, akinek részletesebben elmerem mesélni. Lehet, hogy valakinek csak úgy az eszenciáját adom át. Lehet, hogy valaki belekérdez, és hirtelen megvilágít neked is valami mást is, amit eddig nem is vettél észre, és egyszer csak elkezded azt is látni, és már utána igen, azzal kiegészülve meséled. Hát tulajdonképpen ez alapján akkor átíródhat a saját múltunk. Mit szólsz ehhez a gondolathoz? Átíródhat. Nem, mert lényegében valahogyan emlékezünk most rá, valahogyan emlékeztünk 10 évvel ezelőtt rá, és még előveszünk további képeket, és színeződik, még tudod, mi az, ami nem változik? Mert lehet, hogy így az adatok változnak, mert már nem úgy emlékszel, máshogy emlékszel. Anyukám azt mondta, azt is beleszövöd, ahogy az anyukád élte meg mondjuk azt az emléket. De szerintem egy valami az mindig stabil, az érzés, hogy mi társul ahhoz az emlékhez. Biztos. És én például szoktam így is beszélni, hogy az az élményem, hogyha nem is emlékszek minden részletre, de hogy van egy ilyen zsigeri élmény, hogy eszembe jut az emlék, és akkor az valamilyen fizikai érzést, reakciót kivált. Így van. És éppen ezért sokszor érzéseket jegyzünk meg, nem? Igen. Na, és akarunk ragaszkodni ahhoz az érzéshez? Te például akarsz ragaszkodni ahhoz az érzéshez, hogy egy bizonyos emléképhez kapcsolódó érzés, ragaszkodsz hozzá, hogy az mindig ugyanaz legyen? Vagy megengeded magadnak, hogy az átíródhasson? Ez tök érdekes, amit kérdezel. Mert szerintem minél többször beszélsz valamiről, annál jobban kopik az ahhoz köthető érzéscsomag. Tehát, hogy mikor először elmondod, akkor potyognak a könnyeid, és úristen, de durva, hogy ezt elmertem mondani. Aztán elmondod másodjára, harmadjára, negyedjére, és akkor egyre jobban lazább és könnyedebb vagy a témával, és tudsz egy pici távolságból beszélni róla. De hát ugye a terápiákon is ezt csinálják, hogy mondd el még egyszer, mi történt, hogy élted meg. Erre egyébként tök jó egy művészeti tevékenység vagy terápia. Hát nem véletlenül van ez a kifejezés is, hogy művészetterápia, mert azáltal egy csomó mindent ki tudsz magadból ventillálni, vagy adni, vagy nem is tudom. Talán 6 vagy 7 éves vagyok. Nem, már szerintem iskolás voltam, tehát hogy 7 vagy 8 éves vagyok, ilyen első és másodikos, és ilyen őszi idő van, és a édesapám a kertben, a szürke nadrágjában és a szürke pulóverében és a kis svájci sapkájában égeti a zavart. És egy ilyen lógott az esőlába, ilyen nagyon szürke idő volt, és hogy akkor láttam az elmúlását a természetnek, tehát hogy a zöldből ebbe a szürkébe váltott át minden, és vasárnap is volt, és másnap iskola, és hogy az egész minden úgy olyan kilátástalannak tűnt, hogy egyszer majd újra kizöldül minden, és hogy majd egyszer boldog leszek. És azért jön fel sokszor ez az emlék, mert bármikor, amikor beindul a fűtés szezon, és először érzem meg ezt a tipikus őszi illatot, akkor ez a rettenetes emlék jut eszembe. És azért szokott sokszor is feljönni ez a beszéd témaként, mert hogy rengeteg embernek és rengeteg barátomnak ez egy pozitív emlék, amikor először megérzik ezt az illatot, hiszen ebből már látják azt, hogy milyen volt a kandallónál ülni a szüleikkel, vagy várni a karácsonyt, vagy a Mikulást. Tehát hogy ez nagyon sok mindenkinek egy pozitív élmény. Nekem az, hogyha először megérzem ezt az ősz és a fűtési szezon kezdete szagot, az nekem egy rossz emlék nagyon. És ragaszkodsz ahhoz, hogy a jövőben is ugyanez az érzés kapcsolódjon ahhoz az emlékképhez? Igen, azt hiszem, hogy igen, mert meghatároz ez. Ragaszkodsz ahhoz, hogy a jövőben is ugyanez az érzés kapcsolódjon ahhoz az emlékképhez? Igen, azt hiszem, hogy igen, mert meghatároz ez. És a gyermekkori álmaidra, vágyaidra egyébként emlékszel? Nagyon is. Annál is inkább, mert én nekem különös módon olyan gyermekkori nem is vágyaim, hanem elképzeléseim voltak, amik nem voltak megvalósíthatóak. Mondok 2 példát. Az egyik az, hogy gyermekkoromban nagyon tetszett a búvároknak a munkája, és én elhatároztam, hogy én búvár akarok lenni. Hát ugyanakkor a mai napig, hogyha én bemegyek a vízbe, és az államnál feljebb ér, akkor halálfélelem környékez meg. Tehát én nem merek beúszni hosszasan a tengerbe vagy tóba, hogyha nincs a lábam alatt a talaj. Tehát én olyan
magasságú vizekbe úszok, ahol ha adott pillanatban le tudom tenni a lábam. Most ehhez képest búvár akartam lenni. Vagy kiskorunkban az osztálytársaimmal együtt játszottunk Gazdálkodj okosan című játékot, az nagyon népszerű játék volt, és én, mint egy sportriporter közvetítettem. De jó. Imádtam közvetíteni, ugyanakkor gyermekként rendkívül dadogós fiú voltam. Én akkor elhatároztam, hogy én sportriporter leszek. Na most dadogós emberként sportriporternek hát nem olyan sok az esély. Hát. Úgyhogy ilyen furcsa bágyaim voltak. De tulajdonképpen, ha úgy vesszük, milyen szép, hogy az egyik, azt mondod, a dadogós kisfiú elhatározta, és emiatt az elhatározás miatt rendbe jött a beszéd. Hát, aztán... hogyha nem is 100%-osan, mert olykor ma is előfordul, hogy hát nem is az a klasszikus dadogás, amire az ember felfigyel, de olykor a mondani valomba beleesik egy-két bökkenő. De mégis a kisfiú lényegében megoldotta, hogy lehetne akár sportriporter is. Aztán azt mondod, ott van a búvárkodás, most már bemerészkedsz vízbe. Hát mélyvízbe nem szívesen. De már egy kicsit esetleg, ha mégis azt mondja valaki, hogy gyere, ússzunk egyet. Hát ugyanakkor, akkor elmesélek egy másik történetet. Legjobb barátommal és az ő párjával voltunk kint, meg az én feleségemmel, azt hiszem Görögországba. És megérkeztünk este, és hát olyan jól esett bemenni az éjszakai tengerbe. Fülöttünk egyet, és az én nem is a barátomról, hanem a feleségemről, a legjobb barátomnak az édesanyjától kapott ő egy ezüst karkötőt annak idején. Közben meghalt a mama, és ez egy féltett kincs volt a feleségem karján, és egy óvatlan mozdulattal leesett ez a karkötő. De akkor benn voltunk már a vízbe, ott úszkáltunk, és tök sötét volt. És akkor másnap, hát mi legyen? Hát próbáljuk megkeresni a karkötőt. De hát ez egy zárt öböl volt, és ráadásul a parttól egy olyan jó 30-40 méterre volt, és alattunk azért már nem volt semmi. És akkor beúsztunk, még én is, beúsztunk, és néztem, próbáltam nézni, és valami isteni csoda történt, mert egyszer csak én annyit mondtam, hogy gyerekek, én látok valamit lent, de inkább azt valami aranynak nézném, de közben olyan halálfélelem jött rám, mert hát tudtam, hogy én azért nem tudok lehet víz alá, hát Jézus Mária. Szóval víz alá sem megyek. És akkor szóltam a barátomnak, aki vízilabdás volt korábban, hogy gyere ide, mert én látok itt valamit, biztos, hogy nem az, de hát, hogyha valami kincset találtunk. És az volt. Beúszott a srác, ő lement valami 2-3 méter mélyen, vagy 4 is, és ő följött, és egyszer csak azt mondja, heuréka. Tehát az, hogy ezt a karkötőt ott megtaláljuk, az ott egy a millióhoz volt az esélye. És bejött. Kicsit már búvár lettél ott, szinte hát ott gondolod? Akkor én búvár lettem, mert néztem ki a fejemből, és csak ott nagyon szép kristálytiszta víz volt, és csak egy csillogást láttam. De alig bírtam utána kiúszni a partra, úgyhogy ott akkor halálfélelem volt rajtam. Lehet, hogy 20 év múlva már majd azt meséled, amikor sosem gondoltam volna, hogy búvárkodni fogok, de végül úgy megszerettem, mondod majd. Egyéb iránt volt egy másik alkalom, amikor Egyiptomba nyaraltunk, és olyan búvár szemüveggel, meg hogy hívják ezt a béka lábbal, beúsztunk egy kicsit, és akkor lenéztem, és valami olyan csodavilág tárult elém, hogy akkor kezdtem el irigykedni arra, hogy én mégse búvár lettem, mert a tengeri világ, tehát az valami elképesztő gyönyörűség volt, és ott még a halálfélelmem is elmúlt. Az emlékezésre még annyit, hogy volt egyébként egy pár éve egy tudományos kísérlet arról, mert hogy minden emlékszem, amit elolvasok, hogy múzeumban beküldtek két csoportot, az egyiket egy kamerával, a másikat pedig kamera nélkül, és hogy akik kamera nélkül voltak, azok 40-50%-kal jobban emlékeztek arra, amit láttak, mint akik a képernyőn keresztül nézték, és úgy fotózták, és úgy próbálták a dolgokat megörökíteni. Szóval, hogy ha elmegyett nyaralni az ember, és szeretne jobban emlékezni, akkor kevesen fotót csinálni, és jobban próbálja megélni a pillanatot. Portré.
TV-ben, rádióban, YouTube-on. A műsor együttműködő partnere a Momentum. Prémium étrendkiegészítő az agy normál működéséért, a szellemi frissesség és a memória fenntartásáért. Együttműködő partnerünk a magyarzene.eu. Zenei hírek, riportok, lemezek, koncertek. További együttműködő partnerünk. Jávor Hajnalai. Zenés játék két részben. Együttműködő partnerünk Csemer Boglárka Bogi lemezbemutató koncertje. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Reklám megjelenés televízióban és rádióban országszerte.